A forduló előtt 5 csapat állt egyaránt 9 ponttal a tabella alsó régiójában, és közülük 4 egymással játszott. A nyíregyháziak a sérült hakkérdesült nélkülözve az első kör után 2-0-ás hátrányba kerültek, amit a középső sorban Szojka Miklós és Kastura Zsolt révén kiegyenlítettek. A záró sorban a hazaiaknál Finta Zoltán is Fehér Béra gurított, és a meccs végéhez közeledve hol az egyik, hol a másik csapat áll győzelemre. Végül szó szerint az utolsó dobások döntöttek, a 3-3 csapatpont mellett mindkét oldalon 3255 fát értek el a játékosok, így 4-4-es döntetlennel ért véget a mérkőzés. Már magában döntetlen is ritkaság számba megy ebbe a sportágban, nagyon nehéz döntetlent játszani, bár régebben a Fradival rendszerint döntetlent játszottunk akár fába, akár a megszerzett pontok tekintetében. Most ehhez a társaságot azt lehet mondani, a Köfém csapata is csatlakozik. Ott 2 fával sikerült győznünk, azonban az egyéni pontokat elbuktuk, illetve többet szerzett a Köfém csapata. Itt pedig 3-at szereztünk meg, mi 3-at ők, és a teljesen a csapatfa is egyenlő volt, és így lehetett az, hogy egy-egy pontot kaptunk, mégis így 4-4-es döntetlen volt. Na, ez a legritkább eset a tekébe, úgyhogy mindenképpen ritkaság számba ment, és végig kielezett pár harcon azt gondolom, hogy még a nézők nélkül is, de abszolút mindkét csapat végig izgulhatta a mérkőzést. A vendégek csapatkapitánya szerint az csak később derül majd ki, hogy melyik csapat számára mennyit ér a döntetlen, ettől függetlenül az egy pontnak is örültek a fehérváriak. Szenzációs meccset játszottunk, ugye a csapat is. Én a Zsolti barátommal tudott neki, és tényleg, hogy egy éjszakás műszak után ilyet tudott alkotni, gratulálok hozzá. Köfém csapatok, hajrá, Köfém kiáltások tőletek, a két játékvezetőktől és magunktól. 2-3! Hajrá, Köfém! A nyíregyháziak szombaton Győrben játszanak, majd következnek azok a mérkőzések, amelyeken be lehet biztosítani a bennmaradást. Bízom benne, hogy a Győrt sikerül esetleg meglepnünk, és azt követően majd következik egy Csákmánydorosztó elleni hazai mérkőzésünk, ami hasonló kaliberű mérkőzésre van kilátásunk, majd utána következik majd egy olyan mérkőzés az Ajka csapatával, ami szintén egy nagyon fontos mérkőzés lesz, és majd utána megint csak sorba menve jön egy Kaposvár, ami mindenképpen kiesési rangadó lesz, vagy bemaradási rangadó, mivel az árófordulóban már a Szeged látogat hozzánk, így azt lehet mondani, hogy csak ezekkel a mérkőzésekkel szabad számolnunk, de mindenképpen a saját kezünkben van a sorsunk. A Szuperliga tabellájának élén a Szeged áll 31 ponttal, megelőzve a szintén 31 pontos Zalaegerszeget. A 10 pontos Nyíregyháza már kiesést jelentő 9. helyen várja a folytatást.